Szép napot kívánok mindenkinek! A mai nap az előző napi feladatoknak fogjuk megnézni a helyes megoldását. Nézzük is, ne húzzuk az időt. Az első feladatnál láthatjuk, hogy azt kérdezi a feladat, hogy melyik lesz, melyik függvénynek a grafikonja a következő. És akkor látunk magunk előtt egy grafikont, amiről mi derülhet ki először is, ezt az elemi grafikon, ahogy kinéz, ismerni kell, hogy ez egy négyzetgyökös függvénynek a grafikonja, de a válaszokból gondolom ez kiderül mindegyiknél ott a négyzetgyök x. Na és akkor hogyan is tudjuk, hogy az öt válasz közül melyik lesz a helyes? Onnan tudjuk, hogy az elemi négyzetgyökös grafikon a nullából indul ki, és hogyha megnézzük ezt a rajzot, annyival tér csak el benne, hogy egy egységgel balra van elmozdítva. Na már most ez azt jelenti, hogy magából az argumentumból van ugye a mínusz egyes felé elmozdítva. Ez pedig olyankor működik, amikor ugye az argumentumhoz hozzáadunk valamilyen számot, jelen esetben ugye ezt az egyest. Vagyis a helyes válasz az ez lesz, y egyenlő négyzetgyök alatt x plusz 1. Mert itt van magában a gyök alatt, ugye az argumentumhoz, csak az argumentumhoz hozzáadva az az 1, ami miatt balra fog egy egységgel elmozdulni. Következő ábra, ugyanez a feladat. Nézzük. Hasonlóan a négyzetgyököst láthatjuk. Csak ha megfigyelitek, ugye mi történt, nem itt felül van, hanem alul. Na már most, ha visszaemlékeztek, ez olyankor lesz nekünk lehetséges, hogyha maga a függvény elé kerül egy egyszerű kis mínusz. Vagyis a helyes válasz az ez lesz. Következő, melyik ábrázolja az adott függvényt? Y egyenlő mínusz 2 az x-ediken. Na már most ehhez megint csak először azt kell tudni, hogy hogy néz ki alapjáraton a 2 az x-ediken függvény. Ugye ez egy exponenciális függvény, amitről azt kell tudni, hogy először is az exponenciális függvény grafikonja mindig át kell haladjon az y egyes értékén, az y tengely egyes értékén. Vagyis ha megnézzük ugye a grafikonokat, akkor mindegyiknél, majdnem mindegyiknél láthatjuk, hogy át fog menni nekünk ott vagy az egyesen, vagy a mínusz egyesen, vagyis ezek lehetnek megoldások. Ez viszont nem, ez már kiesik. Aztán nézzük, ugye, de figyelembe kell azt is vennünk, hogy ott van nekünk az a mínusz. Vagyis most jön az a rész, hogy nem az egyesen fog átmenni, mivel akár ez lenne a megoldás, nekünk a mínusz miatt tükröződni fog az x tengelyhez, vagy úgy is mondhatnám, hogy fejjel lefelé fogjuk fordítani a függvényt, vagyis ez ugye megfordul lentre, ez így fog kinézni, mint ahogy ez az opció. Ez pedig, ha megfordul, így fog kinézni. Vagyis ez a kettő közül kell nekünk a helyes választ megtalálnunk. Na nézzük, hogy hogyan is lehet. Az utolsó nyomból fogunk erre rájönni. Mégpedig az, hogy az exponenciális függvény akkor lesz vagy növekvő, vagy csökkenő, vagy az alapjától függ. Az x hatvány alapjától függ. Jelen esetben ez az alap most 2. Na most kétfajta lehetőség van, vagy az az alap, amit vizsgálunk, nagyobb 1-től, vagy 0 és 1 közötti számról van szó. Hogyha nagyobb, mint 1, akkor a függvényünk monoton növekvő függvény lesz. Hogyha 0 és 1 közötti szám, vagyis valamilyen tört szám, akkor lesz a függvényünk ilyen formában csökkenő. Vagyis ez egy növekvő függvény lesz, mivel az alapja a 2-es, nagyobb mint 1, vagyis így néz neki a mínusz nélkül, mint az 1-es opció. És akkor, ha ezt ugye tükrözöm az x tengelyre, megfordítom, akkor megkapom a 4-es opciót, vagyis ez lesz a helyes válasz.
következő függvény azt mondja, hogy az ábrán láthatjuk az y egyenlő fx-et. Ez lesz az. És akkor az a kérés, hogy melyik ábrázolja ezek alapján az f minusz x grafikonját. Most hasonló lesz az egyik előző feladathoz a rajzva is, hogy az x előtt van csak az argumentum előtt csak a mínusz. Na már most, ha visszaemlékeztek, ha az x tengely, vagy az x argumentum előtt van csak mínusz, nem az egész függvény előtt, akkor az előzővel ellentétben az y tengelyhez képest fogunk tükrözni. Na most, ha megnézitek, akkor pillanat. Lejtettem elindítani előtte, hogy tudjak rajzolni is. Szóval, ha megfigyelitek, akkor ezt a rajzot, hogyha tükrözöm ugye az y tengelyhez, ez lesz nekünk ugye az y tengely, akkor az lesz, hogy ez a szára, ami ugye valahogy így fog kinézni, ez a szára, pedig a tükrözve, ugye így fog kinézni. Na most, ha megkeressük ezt a grafikont, akkor ugye melyiket tudjuk megkapni vajon? Ugye itt nézzétek rá is illik szépen. A 3-as opció lesz a helyes válaszunk. Megyünk tovább. Megint csak kérdés. Az ábrán látható grafikonok közül melyikhez tartozik ez a függvényhez? Y egyenlő négyzetgyök x plusz 1 függvényhez. Na már most megint az a helyzet, hogy először elkezdjük ugye magával a négyzetgyök függvénnyel, és ha megfigyelitek, megint az van, hogy a gyökön belül van hozzáadva az x-hez 1, vagyis úgy mondjuk másképpen, hogy az argumentumhoz van egy egység hozzáadva, ez azt jelenti, hogy jobbra-balra mozgunk, és honnan tudjuk, hogy merre kell, onnan tudjuk, hogy ha hozzáadunk számot, akkor balra mozgunk, ha kivonunk számot az x-ből, akkor jobbra mozgunk. Vagyis jelen esetben a négyzetgyök x-es kiinduló függvényünket egy egységgel balra fogjuk elmozdítani. Itt ugye tükröztük, ez nem jó, itt lejjebb vittük egyel, ez nem jó. Következőnél 3-asnál feljebb emeltük egyel, megint nem jó. 4-esnél viszont ugye az előzőekkel elmondott alapján jobbra mozdítottuk, azért nem jó. Vagyis a helyes válasz ugye amikor egy egységgel balra mozdul, vagyis az 5-ös opció. Következő. Melyik függvényt kapjuk, hogyha az y egyenlő 1 per x függvényt elmozgatjuk az y tengely pozitív irányába 5-tel. Mit is jelent ez? Ugye itt direkt nincsen hozzá grafikon, csak már maga a függvények. Na most ez, hogyha egy grafikonon akarom ábrázolni, azt jelenti, hogy ha van nekem valamilyen függvényem, akkor fog ugye az y tengelyen pozitív irányba mozogni, ugye a nyíl mutatja merre a pozitív irány, vagyis a nullától, ugye ez a pozitív irány felfelé van. Vagyis amit mond a feladat, valójában azt jelenti, hogy a kiinduló függvényünket felfelé kell 5 egységgel mozgatni. Na már most, ha visszaemlékszünk az elméleti részében, ugye fel és le, akkor fogjuk mozgatni a függvényünket, hogyha az egész függvényből, ugye ebből az egész 1 per x-ből hozzáadunk, vagy kivonunk értéket. Na, és akkor most jön az a rész, hogy mikor melyiket, hogy ha lefelé akarjuk mozgatni, akkor kivonunk értéket. Ha felfelé akarjuk mozgatni, akkor hozzáadunk értéket. Vagyis jelen esetben ugye az lesz, hogy ez az 1 per x-hez hozzáadunk 5-öt. És ha megkeressük, ugye akkor ez a 4-es opció válasza lesz. És következő feladat, az előzőekhez már hasonló. Melyik függvény grafikonja a következő? Megint csak, hogyha a négyzetgyök grafikonját láthatjuk, csak nézzük meg,
mi történik? Egy egységgel lefelé mozog. Éppen az előbb mondtam el, hogy ha lefelé mozgatjuk, akkor magából az egész függvényből kivonunk ugye egyet, és akkor fog lefelé mozdulni egy egységet. Négyzetjük x mínusz 1. Itt is van rögtön az első opció. Következő. Megint csak egy függvény grafikon, és melyik függvény tartozik hozzá. Na nézzük. Mi fog történni? Megint csak ez a görbe a négyzetgyökös függvény görbéje akar lenni. Csak mit láthatunk? Mi az eltérés? Az lesz az eltérés jelen esetben, hogy nem az első negyedben indul ki az x pozitív irányába, hanem a nullából az x negatív iránya felé tart. Na már most akkor ez hogyan lehetséges? Gondolkozzunk el, már az előbb elhangzott ez a transformáció, ami ilyen változást okoz. Hogyha oda is rajzolom, ugye itt lenne, hoppá, ez egy picit nagy lesz. Hogyha így néz neki, picit szebben megpróbálom. Hogyha valahogy így néz neki a kiinduló grafikonunk, ugye akkor ahhoz képest nézzük, hogy ez miben különbözik, abban különbözik, hogy az y tengelyhez képest tükröztük ezt a kiinduló négyzetgyökös függvényt, úgy kaptuk meg a jelenlegi grafikonunkat. És akkor pont az előző feladatban hangzott el, hogy ez akkor fog megtörténni, hogy ha a az x-ünk, csak az x-ünk, az argumentumunk elé kerül egy mínusz. És ha megnézzük az adott válaszoknál, ugye itt az x előtt nincs mínusz, nincs mínusz, nincs mínusz, itt van egy mínusz, itt meg maga az egész négyzetgyök előtt van a mínusz, vagyis nekünk csak az a helyes válasz, ahol maga az x előtt van csak mínusz. Vagyis a négyes opció. És készen is vagyunk a tesztünkkel. Közben elárulom, hogy ezek a feladatok, ahol ilyen pici grafikonról kellett a függvényt meghatározni, ezek voltak egypontosak, a többi feladat, például az ilyen, kétpontosak, de itt írja is. Hogyha valaki figyelte, egy pont, két pont, és akkor nézzük, hogy hány pontot kapunk erre a munkára. Kitöltjük eztet. Nem látok többet. E-mail cím. Ide mindenkinek a saját e-mail címét kell. Nektek nem az én e-mail címemet kell, hanem a sajátotokat odaírni. És válaszát rögzítettük, készen vagyunk. Megnézhetjük a pontszámunkat is, és jó voltak a megoldások. Remélem nektek is hasonlóan jól fog sikerülni, vagy pontosabban sikerült, mert már le kellett eddig adni, mire látjátok ezt. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna mai napra. Holnap küldöm a következő anyagot.